Tisztelettel köszöntök mindenkit, énekeljük el együtt a magyar himnuszt. Egyesület Szombathelyre. Ezután egy katonai sorversenyre kerül sor, vagy mondhatjuk, hogy erőpróbára, amin az ügyességüket fogják bemutatni a legények. Ezzel egy időben pedig indul a főzőverseny. És felkérem Németh Józsefet, a főzőverseny zsűriének elnökét, a Magyar Gasztronómiai Szövetség hagyományőrző szekciójának a elnöki, hogy nyissa meg ő is a főzők részére a versenyt. Kedves hölgyeim, kedves barátaim, tisztelt csapatok! Engedjétek meg, hogy nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntselek benneteket, köszöntsek minden vendéget,
részben a Magyar Nemzeti Gasztrumia Szövetségünk nevében, valamint a Szabadtűzi Lovagrendünk és az első magyar fehérasztal lovagrend. Azért mondom, mert tulajdonképpen így érintettek vagyunk mindannyian, hisz nem is egyedül jöttem, mert nem szeretném azt, hogy egyedül engem kergessetek csak meg, hanem egyben szeretném rögtön bemutatni a zsűri többi tagját is, Bene Sándor barátomat, a ismerős már tavalyról is, tavaly előttről is, az első magyar fehérasztal lovagrendnek a szekció vezetőjét, Gasztrumia Szövetségünk zsűri tagját, és Gyarmacki Endrét, aki szintén gasztronómus, és halszakértő is egyben, és egyben séf is. Én úgy gondolom, hogy csőszre hatodik alkalommal jövök el, és tényleg úgy jövök ide Miklós és Árpi barátom meghívására, mint a hazajönnék, hisz tulajdonképpen hatodszor vagyok itt, és higgyétek el, jól érzem magam itt közöttetek, és annál is inkább, mert nem egy hagyományos főzőversenyhez jövünk, hanem mindig valami mást és mást találnak ki a szervezők. Ugye kezdtük, volt itt már vattól kezdve, szürke marháig, volt itt már bivajtól, volt itt már mangalicától kezdve, és ebben az évben, hogy, valószínűleg inspirálta őket az, hogy egy kicsit járuljunk hozzá az egészséges gasztronómiához, harcsához nyúltak, harcsa főző, illetve készítő verseny, hisz tulajdonképpen, ugye sokan nem tudják, hogy az egyik legegészségesebb alapanyagról van szó, mert azt hiszem, hogy ha valaki rendszeresen halat fogyasztana, és minél többet, akkor lehet, hogy egy jó pár évvel meghosszabbodna az életünk. És ugye, ha halljuk a statisztikát, akkor bizony-bizony eljutunk arra szintre, hogy igen, az végén gullog Európában Magyarország a halfogyasztás terén, hisz az átlag az jóval 10 kg fölött van, Magyarországon meg 4,5 kg. Hát ma azért két olyan nagyobb rendezvény is van, az egyik, hogy a Bajáma van a halfőzőverseny, a halfesztivál, ahol tonna számra fogy el a hal, ott csak általában ponty, itt meg a egyik legnemesebb halról van szó, a szürke harcsáról, máskülönben leső harcsáról. Én azt gondolom, hogy a magyar vizekben ez a legnagyobb hal, lehet, hogy sokan nem tudják, de 2010-ben fogták ki a legnagyobb halat, több mint 113 kilós harcsát, és közel 3 méteres volt. Bizony nem ritka a mázsa körüli harcsa, és ha belegondolunk abba, hogy ennek a húsa milyen finom tud lenni, akkor már is el tudjuk képzelni, hogy mennyi mindent lehet belőle készíteni. Kívánok mindenkinek nagyon-nagyon jó versenyzést, kívánom azt, hogy érezze mindenki nagyon jó magát, és ez a nagy terített asztal, ami itt ezen a füvön majd létre lesz hozva, jó ételeket fogyasszunk belőle. Köszönöm a figyelmet, és jó versenyzést kívánok! Történetében kiemelkedő fontossága van a pozsonyi csatának, mivel Árpád nagyfejedelem Magyarország alapkövét tette le akkor, amikor az összevont európai sereget hatalmas erejének támadásával szemben megvédte népét és a Kárpát-medencét. Ez a diadalmas győzelem biztosította számunkra a Dunántúl, és ezzel a teljes Kárpát-medence birtoklását. Ráadásul ez a kora középkor egyik legjelentősebb ütközete, hiszen a korhoz mérten hatalmas hadseregek csaptak össze. De lássuk az előzményeket röviden.
keleti frank birodalomnak rá kellett döbbennie, hogy a Kárpát-medencében egy új és erős hatalom kialakulása zajlik, amely igája alá hajtotta a legkeletibb tartományát, Pannóniát, és képes volt legyőzni a frankokat Moráviában. A szomszédban szépen fejlődő hatalom teljes szárazökkenésének megakadályozására indítottak a bajorok hadjáratot 907 júniusában a fiatal magyar fejedelemség ellen. Korabeli források szerint a bajor hadsereg 907. június 17-én indult meg Enzburgból. Sem a bajor, sem pedig a magyar sereg méretével vonatkozóan nincsenek megbízható számadatok. Egyes nézetek szerint a bajor sereg mérete 100.000 fő, a magyar hadseregé 40.000 fő volt. Ezeket a számokat sokan túlzónak tartják, ám az szinte biztos, hogy a támadó bajorok többszörös túlerőben voltak. A bajor sereget, mely főként nehéz gyalogságból állt, Lajos tervei szerint két hadoszlopra osztva, a Duna két oldalán vonultatták fel. A déli oldalon vonult Dütmány-Szalzburgi érsek vezette, a másikat a nehezebben járható irányban a folyó északi partján követve a nagy tapasztalatokra rendelkező Leopold őrgő. A párhuzamosan haladó hadak között úszott lefelé az utánpótlás biztosító flotta Zsigmond parancsnokságával. Július 4-én a Pozsonnyal szembeni Duna jobb partjához közeli térségben a szemben álló felek között döntő ütközetre került sor, melyben a magyarok hatalmas veszteséget okozva súlyos vereséget mértek a bajorokra. A magyarok célja az volt, hogy a számbeli túlerőben lévő, de megosztott ellenség ne egyesülhessen egy döntő csapásmérésre. Ehhez először a csapatok átkelését és az utánpótlás lehetőségét kellett megakadályozni. Így a csata első napján, július 3-án taplós nyilakkal felgyújtották a német hajókat, Zsigmond is csak néhány magával menekült meg. Vitte a gyertek királynak Enzburgba. A Wittmár vezette déli seregrész erős magyar jelenlétbe botlott, nem lehettek információ, hogy mi a helyzet a másik csapattal és a hajókkal. Wittmár a megerősített táborban minden bizonnyal hosszú időn keresztül képes lett volna visszaverni a támadásokat, de a nagy tömegű ellenség a folyamatos zaklatás a bizonytalanság érzetét keltette. Az elszigeteltségében a hadvezér nem tudta reálisan felmérni, hogy meddig képes kitartani. Nem bírta tovább Cérnával, ezért 4-én kitört seregével a táborból, és megpróbált elmenekülni. A szétszóródott bajorok között iszonyatos pusztítást tettek még a lovasíjászok, számos áldozat között magát Wittmárjához volt. Az első győzelem után a magyar harcosok még az éjszakán átkeltek a Dunán, és az északi parton beérkező másik sereget is szétverték. Amikor a magyar elővédek jelentették az ellenség helyzetét, a vezérek a jól bevált lestőt figyelt alkalmazták. Sereget gyülekeztették, majd három részre osztották, két kisebb és egy nagyobb csapatra. A két kisebb csapat hátrébb vonult, és elrejtőzött a bokrok kaparátára. A másik csapat tapon támadást indított a bajor palanc ellen, nyilag százait zúdították a pajzsok mögött merdékek kereső harcosokra, akik közül egyre többen szenvedtek sérüléseket. Helyenként, ahol fellazultak a sorok, egészen közel megosztották a bajor, és néhány rövidebb összecsapás is kellett. Mivel a bajorok kanyarodottak volna a kucsapatától, mindig a magyarok meghátrálásával értek őket. Végül a lovas íjászok összegyülekeztek, és egy pusztító nyílzápor után a pajzsbajt felé változtak. Összecsapott a két sereg, de a magyarok képtelen a vezér jelére meghátráltak, és látszólag rendezetlen menekülésbe kezdtek. Eljött a bajor rohampillanata. Vérben forgó szemekkel vetették magukat a menekülő ügyászok után. Már jókor a távolságon úszték ugye bajorok a magyarokat, amikor a kutatkozott munkása és a levegőt kutatóan jövesszett százalék lehetszett meg. A hatás dobogása és az üldözés láza miatt a bajorok ezt a faktor vették észre, amikor az első becsapódások után szabadjék tartozatók tovább zsonokat a kérdőben. Orvasok megtörtöntek, mert kutatkozatokon keresztül kezdték a politikus tömegből kivezetőket. Időközben újabb és újabb nyilvesztés kapott a közébe. Nem sokan vehették részre, de addig néhány percen a menekülő csapat éjszakra dombolt, lelassultak, megfordultak és újra gyertettek. Ezután a kívül kérdésre a bajtani egyszerűen a csapatot a Ой! 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 Ой!
Bekapcsolja. Thank you.
egy alaplé, és akkor majd lesz vele főzve. Meg két sertésből költözött a szervezőknek, meg a helyi lakosoknak. Hát még ez is az elején jár. A járnyékba. Majd én tartom. De itt már minden praktikát bevetettünk. Mi készül? Burbur. Az jó, és hát mi? Ántol búza. Az lesz a köre. A halhoz. Kérjük, hogy a kötényünket elkapja. De csak nem, és a hal az mi? Az tudom, csak hogy fog elkészülni. Miként? Harcsa és a zöldek lesz. Tekert bele a metélőhagyma, petrezselyem, bazsalikom, az keverve olajjal, a harcsa kisimítva rá feltekerni, és akkor majd megpároljuk. A másik meg harcsa bormáltásba. De kétféle, igen. Megnézzük azt is, jó? Jó. Melyikbe? Itt annyit hadd kérdezek, hogy puskázni szabad? Mert itt látom, van itt egy főzőkönyv. Mindent szabad. Komolyan? Igen. De azt nem kéne felvenni. Itt most volt a főséf úr, úgyhogy... Most már rajt van? Figyelmet, hogy lovagoltatás. Nincs egy kanál valahol? Sőt, kicsikóztatok. Hát arra nem. Hol van kanál az? Hol lesz a harcsa? Ez hogy lesz elkészítve? Nyugodtan. Itt van ez a grill rács, és akkor ez el lesz megsütve. Értem. Reméljük meg is sül. Biztos. Vigyen nyugodtan, majd fog. Ennyi elég. Köszönöm szépen. Ez itt kinek föl? Baj van vele? Igen. Ég. Vicceltem. Nem volt a fénye, vagy mi? Ezt ki csinálja? Pár szót róla. Mi lesz ebből? Harcsa paprikás, tudós csúszás. Az odavágos lesz. A reményt. Köszönöm szépen. Ezzel a kanálban van, ezzel a kanálban. Ti hogy csináljátok? A rakutas bográcot csináltuk, és a mostanában. Úgymond mostan szoktuk a halkot. Tehát nem paprikás csinálni, hanem egy erdély gyümölcsös ragus harcsafilé lesz. Hiába sütünk meg el, hogy megcsináljuk a csehát. Van benne egy folytonosság. A bizánci császártól Teofilosztól válépítő mestert kér, és Petronas Patarios vezérkari főnöknek felelne meg, vezérkari őrnagynak felelne meg a rang körülbelül napjainkban. A régészeti szakirodalomban így lehet megtalálni Csernyigo fekete sírt, annak 3,4 kiló, 2,5 mm acéllemezből van kovácsolva. A szabjavágást egészen jól védi, ami rajta a felszerelés van. Nem egy sírból került elő. Tehát nem egyetlen sírnak a leletanyaga, de egyenként valóságosan feltárt tárgyak alapján, fegyverek alapján készült a rekonstrukció, és akkor megmutatom a Csernyigo fekete sír szabjavágást. De csak tudom a sisakot, oldalasan rávágtatom.
felszerelés, ami rajtam van, nem jelmez rekonstrukció. Sok csatába védte már meg a fejemet, beváltat. Nagyobbat! Szilánkosan törte volna a kokonyát, azt hiszem láttam. Ott van Laci. Lényeg az a felszerelésnek, hogy vége. Nem színház, nem baranta, hanem harcmarcok. Köszönöm. Ez nem hal. Ez csontos hal. Ez nyúl. Nyúl? Nyúl. Helyi nyúl. Így fogtátok valahol? Igen, igen. Most. Erről a terepről Petőgerdő is. Jön egy katolikus modernvédek között. Így lesz, hogy ebben a teremben Bonkult szerint és több leírása szerint is ez párhuzamos volt a Dunával. Április 6-áig a világosságot követő kerti uralkodó. És megfesti Mátyás után, aki következik. Megfest olyan képeket, hogy az első kép, az következő. Az második Ulászló tulajdonképpen, aki 1490-ben is a házasságot, hogy eltelt. Ez nem történik meg, és itt tulajdonképpen nem emelés. És milyen halak ezek? Mi félénk? Én pontyot fogok meg pisztrángot. Igen? És ti mit fogtok? Én elkapom ezt! Szürkehal? Fekete halcsat, meg pontyot. A csalit raktatok rá? Ott van. Igen. Kis halak. Én kifogok egy nagyon szépen. Na lássuk. Fújjász én! Szél, ne fúj! Ne fúj! Na azért! Thank you.